Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Hubian vagyok. Előre is elnézést kérek, hogyha most nem leszek olyan tisztán érthető vagy hangos, mint szoktam lenni, de sajnos a körülmények most nem engedik meg, hogy itt ordibáljak, úgyhogy ilyen lesz. Szeretnék majd néhány dolgot mondani, még így a... Ne dobjál le, légy szíves. Most komoly. Na jó, hát ezt kezdhetem is így. Oké, innen. Remélem, hogy nem kapok ilyen időbüntetést, mert ugye azt mondom, hogy ha DC-ből kilép valaki, akkor X ideig nem lehet visszalépni. Ó, bedobott király. Hát most utólag is elnézést kérek mindenkitől, aki írt, és aha, és a csoport is elveszett. Ez rohadt jó. Na, ja, hogy nem csak engem dobott le. Azt mondja, aha, Extazit is ledobtak, király. Jó, tehát igazából az volt a terv, hogy Extazi elhívott DC-zni, és igazából én már terveztem, hogy fekszek le aludni, és nem lesz ma videó sajnos, és már mint amikor, tehát... Na, most hogy is van? Szóval ma van hétfő, akkor igen, tehát kedden sajnos nem lesz videó. De erre ő rácáfolt, mert mondta, hogy menjünk egyet DC-zni, és igaz, hogy hívtatok pár helyre, és elnézést kérek azoktól, akiket elutasítottam, de nagyon koma vagyok meg minden, de... Mindegy, úgy voltam vele még így az utolsó pillanatban, hogy jó, akkor mindegy, menjünk. Aztán majd persze lesz mással is alkalom arra, hogy így együtt DC vagy DT vagy egyebek, csak ugye közben Mitsukival is fejlődtünk, SD2-ben most már 59-es, lassan 60-as. Ugye amiatt nem lett volna egyébként videó. Na most amik történtek, inkább a rossz híreket mondom először, sajnos elforgattam a cipőmet, és rohadtul nem volt benne semmi jó, végül úgy álltam meg, hogy 1500 TP, 15% nyílellenállás, 5% támadósebesség, 10 harang és 70 MP, tehát ilyen 5-ből 3, de azok is ilyen éppen, hogy csak jók, tehát mindegy. Vagyis persze a nyílellenállás jó, de hát a többi az felejtős. Úgyhogy ez megy tovább, de legalább ebben lett TP, és nyakasomban még TP sincs, ugyanis azt is elforgattam, még lehet, hogy nem a legjobb, hogy jövünk DC-zni, majd kiderül. Ezben azt nézem, hogy Extazi még mindig nem jött vissza. Mindegy, még várok, hát ráérek. Vagyis nem, mert rohadt álmos vagyok, de nem baj, nem baj. Jó, hát nem az ő hibája, úgyhogy érthető. No, hát a nyakasomban elforgattam körülbelül úgy, hát bő 30-40 forgatót, és TP is alig lett konkrétan. Tehát alig volt olyan, hogy TP-t forgattam bele. És én néztem, hogy oké, mindegy. Úgyhogy hát ezt még igencsak forgatni kell. Viszont, ami jó hír. Na, nézzétek. És leveszem ezt a csodálatos, mondom, leveszem. Jaj, hogy ledobott. Ez király. Ez nagyon jó. Akkor ezért nincs fönn senki. Remek. Jó, hát akkor megpróbálok életet lehelni a karakterembe, és jövök vissza. Na jó, hát nem tudom, hogy ebből mi lesz, mert beléptem, és konkrétan karakterem nem volt, úgyhogy király. Na itt is vagyok, úgy látszik, hogy most viszonylag bírja. Jaj, hagyjatok már. Ez hogy mérgeznek. Mert nem az a baj, hogy mérgeznek, hanem most nem akarom, hogy mérgezzenek. Te megint ledobott szerintem, vagy most mi van? Hát persze, hogy ledobott, hát ez várható volt. Nem tudom, hogy mi van a szerverrel. Kizárt dolgot tartom, hogy a netünkkel van a baj, biztos, hogy nem. Úgyhogy, hát erre nem tudok mondani, tehát pont, de ez most komoly. Na mindegy, akkor megmutatom, amíg itt szenvedek, és a kutyák egy helyben rohangálnak. Addig megmutatom, hogy plusz 9-es lett a fekám. Plusz 8-ra kétszer sikerült felhúzni egyébként, rengeteget húztam rajta, de tényleg nagyon durva, vagy 30-40 húzás volt olyan, hogy csak fehér gyöngy, tehát plusz 7-re vagy 30-szor, mert azt tudom, hogy volt 30 vagy 40 fehér gyöngyöm volt, talán, és látjátok, már csak 10 darab van. Jó, ennél kevesebb volt, mert azóta farmoltam, de az a lényeg, hogy rengeteget húztam, és plusz 7-re fölment, plusz 8-ra mindig besült, tehát a kék gyöngyömből alig fogyott. Vagyis hát egészen pontosan kettő, mert arra emlékszem, hogy kétszer ment föl plusz 8-ig. Amikor elsőre fölment, akkor áldás tekisztem visszasült egészen talán plusz 2-ig, teljesen kiakadtam egyébként. Plusz 2-ig mondom, hogy nincs, hát azt hittem kilépek a francba és vissza se jövök. De aztán kitartó voltam és plusz 8-ig egyszer semmiből, tehát annyi volt a lényeg, hogy volt áldás tekintve minden cuccom. Elmondom, húzzunk párat rajta. És nem is néztem, hogy hányas.
Húzom, 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 sikerül, 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 ezt nézem egy vörös gyöngy. Na mi van? Nézem, plusz 8-as. Azt mondom, az király. És vettem egy mágikus követ, és elsőre sikerült plusz 9-re, úgyhogy nagyon boldog voltam. Úgyhogy igazából ennyi az története, tehát igazából kétszer plusz 8, rögtön utána plusz 9. Úgyhogy nagyon jó volt. De most már ezt nem hiszem el, na jó. Megint próbálkozok. Nem tudom, hogy most Ecstasy-nek is ilyen problémája van-e esetleg egyébként, mert ugye nem láttam fönt őt se. Még az a csoda, hogy nem öltek meg egyébként, amíg ledobott. De megint ledobott, tehát kész, felépek és ledob, ennyi. Tehát innen nincs mese. Ez így király lesz, tehát oké. Okay. Na hát most tudtam meg, hogy Ecstasy-nak is vacakon a nete, és ő sem tud visszalépni. Egyébként aranyos volt, amikor írja Mitsuki-nak, hogy írjan nekem, és karnyújtásnyira ülik mellettem. Annyi sincs, igen. Nem enged egyszerűen vissza, tehát belépek, belépek, és rögtön ezzel a lendülettel le is dobott, tehát nem bírok semmit csinálni. Mindjárt, vagy most lehet, hogy mégis. Yeah. Nem, megint ledobott. Akár egyszer bebírom rakni az aurát, minden könnyű letesztelni. Hát nem tudom, hogy ebből mi lesz, tehát így, ez így jó. Tehát innen körülbelül az az egyetlen út, hogy kimegyünk, de ha kimegyünk, akkor fél óráig nem léphetünk ide vissza, tehát... Igazából... És rá se bírok kattintani, szóval tök mindegy. Úgyhogy ez így nagyon király. De gondolom DC bugos, mert Mitsukit viszont nem dobja le, tehát... Nem a szerverre van a baj, és nem is a netünkkel, tehát gondolom, hogy DC bugos, úgyhogy király. Tehát így egyszer akarok eljönni, egyszer, és akkor sem működik. Ez az. Na, hát most úgy látszik, hogy sikerült visszalépnem, de Ecstasy itt volt döglött állapotban, úgyhogy gondolom őt is állandóan ledobálja. Úgyhogy ez több lesz, mint érdekes. Mindig a skill-ekkel tudom leteszteni, hogy működik-e. Hát mindegy, én itt maradok, aztán meglátjuk igazából. Tehát körülbelül most telt el annyi idő, hogy most kéne végeznünk a DC-vel, és még el se kezdtük emiatt a... Hát... tudnám szavakkal illetni a DC-t, de most inkább nem teszem. Közben azt néztem, hogy ennyi erővel addig felveszem ezt a nyakast, mert ez jobb. Meg lehet, hogy a cipő is jobb. Nem, a cipő nem jobb. De a nyakas az jobb. Ezt azért külön rakom majd ide, hogy emlékezzek rá. Na bár nem kell. Remélem emlékezni fogok. Úgyhogy megvárom, még Ecstasy is vissza tud lépni, aztán elindulunk, vagy nem. Tehát ezt így még, hogyha nagyon sokáig megy így, akkor szerintem már ez így ennyi volt. Legalábbis DC szinten, mert ennyi időm azért sajnos nincsen. No, végre elkezdtük. Igen, 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 én is pont ezt akartam egyébként, hogy a végén kéne a kulcsot kijutni. Na most igazából én körülbelül úgy 2-3 éve nem voltam DC-ben, talán kivéve ugye GF-en, amikor egyszer benéztünk Mitsukival, de ugye rendes ránon nem voltam már nagyon-nagyon-nagyon régóta. Úgyhogy most kb. Mint egy ilyen kis kuka fogok itt menni utánuk, mert attól függetlenül nagyjából emlékszem, hogy ugye van labirintus, meg kulcsot kell kiütni, meg vannak metinek, meg Azraelnél vágom, amit kell csinálni, meg a Sharon, meg ezeket a bosszokat még nagyjából vágom. De az, hogy pontosan melyik emeleten mit kell csinálni, azt sajnos nem, azt már elfelejtettem. Úgyhogy sajnos ez a helyzet. Egyébként látom, hogy a készítőknek nem volt idejük, vagy nem szerették volna, vagy nem tudom miért, de ez olyan kicsit olyan németes neveknek tűnnek. No, mi történt? Nem tudom, hogy miért nem jön utánunk Ecstasy. Hát ezek szerint beszorult, úgyhogy leütjük róla a mobokat.
De nem tudom, miért nem jó a karicső. Na, remélem, hogy nem dobja ki, bár igazából az elején annyiszor ledobott minket, hogy hihetetlen. Elfogytak a mobok. De most, hogyha Kárpa előre megy, ja jó, sikerült visszalépnie. Jó, de végül is igen, ebben igaza van a extázinak, hogyha ugye megcsináljuk a dolgot és feldob, akkor ugye őt is oda fogja rakni, szóval királyság. Viszont így, hogy Kárpe ilyen gyorsan elszaladt, így érdekes lesz, mert nem tudom, hogy csak egyenesen lehet-e menni, de úgy emlékszem, hogy nem. Úgyhogy lehet, hogy eltévedek. Mindjárt kiderül. Okay. No. Keringek itt mint, hadd ne mondjam micsoda. Na, csak ezt találtam a végéig. Remélem hamar kidobják. Igazából körülbelül úgy 1 óra 10 perc ment el azzal, hogy megpróbáltunk így mind a hárman visszajutni. Nem semmi. Hát a kulcsot se akarják annyira erősen kidobni, és mondjuk egész szépen sebeznek, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy igazából lehet, hogy Azrael-nél nem lesz gond a sebzéssel, de a védelemmel lehet. Bár igazából most az jutott eszembe, hogy ugye van egy legendás sárkány Rubinom, ami igencsak szép darab, úgyhogy lehet, hogy ezt most aktiválom is, sőt biztos. Ez azért egy kicsit megdobja a dolgot. Gyere! Gyere, te zombi, manus! Hát ez nem dobott semmit. Meg vannak azért mindenféle buffok, meg harmatok, tehát igazából annyira nagy baj nem lehet. Na most nem tudom, hogy hova lettek a többiek, de gondolom Kárpe is visszább ment, hogy ott üsse ki a kulcsot. Én maradok itt. Igazából nem sok értelme van, hogyha egy helyen ölünk. De azok szerint ő sem járt sikerrel. Azban egy nagyon kevés a mob, és így nem is nagyon dobálják kifele, amit kéne. Hát és olyan tetülassúak, hogy hihetetlen. Fél óra mire ide érnek. Gyere zombi! Majd te fogod kidobni, tudom ám. És nem, nem, erre rácáfolt. Tök szépen néz ki egyébként ez a moa. Meg igazából mindegyik ilyen dragor, meg moa, meg ezek tök jól néznek ki, amúgy ilyen csíkot húznak maguk után. Na jó, én itt relaxálok addig. Ja igen, közben az egyik ismerősöm kérdezte, hogy a jégnömbös küldi mit ad. Hát arra sajnos már nem emlékszem, viszont én közben felírtam ide magamnak, igen, meg is van, nehogy elfelejtsem, hogy mit ad a zelkovás bioszos küldi, úgyhogy aki nem szeretné hallani, az egy pár másodpercen némítsa le a hangszórót. Megcsináltam, és 11% mozgási sebességet és 10% közelharci támadás kivédést adott. Igazából nem tudom, hogy mit ad az eredeti, tehát eredetileg mit ad az elkovás, mert azt is már évek óta nem csináltam meg szintén. Úgyhogy már nem emlékszem rá. De végülis ez nem rossz, bár nem értem, miért pont megint mozgási sebességet, de végülis az is jó, tehát igazából mindegy. Csak gondoltam, ezt így megosztom veletek, hogy tudjátok, mire számítsatok. Akit érdekel, persze. No, végre megvan a lélekkristály kulcs. És igazából nem tudom, hogy mindenkinek kell, vagy most elég, ha csak én ráhúzom az oszlopra, vagy belépek, vagy nem tudom, ez hogy működik igazából. Majd mindjárt kiderül, de most már örülök neki, mert már lassan 20 perce vagyunk itt, és semmi. Ez az. Azt mondja, hogy királyság. Akkor remélem, hogy most mindenkit tovább teleportál.
Ó, yeah, igen, itt vannak. Zsír. No. Kárpéval mi történt? Ledobta, úgy látom. Megint kezdődik előről, remélem, hogy vissza fogja rakni ide. Hát sajnos ez nem jött be, ugyanis Kárpe volt a csoportvezető, és pont őt dobta le. És ugye csoportvezető nélkül nem tudunk fellépni a harmadik vagy negyedik emeletre, nem is tudom, hogy melyikre. Úgyhogy sajnos ennyi. Hát még így utolsó dologként, mert ez nem lesz egy hosszú videó, mert most már nagyon késő van, tehát körülbelül úgy laza több mint másfél órával tovább tartott ez az egész, mint ahogy én terveztem, úgyhogy gyorsan még elnézek egy-két helyre, de nem tudom miért CH1-en vagyok, de mindegy. Megnézem a jégboszorkányt, hogy hát ha a helyén van. Ha nem, akkor elcsesztem 10 millát, mert most bent biztos nem fog lélekbarlangba ölni, csak akire a jégboszorkány nézem meg. És itt van, úgyhogy megpróbálom egyedül leverni. Próbálni nem próbáltam egyébként még, de múltkor, mikor bejöttünk, akkor egész szépen sebeztem egyedül is. Úgyhogy ezeket most felpakolom. Persze jó lenne, nem vernének le. Hű, de jó, ennyi szett a útbakker. Na jó, először le kéne verni a szetókat, bár igazából nem sok értelme, mert úgyis újra teremnek, de majd elviszem a jégboszorkányt máshova. Na még ezt az egy titokzatost kéne lecsapni. Na jó, mindegy, jó lesz így. Remélem. Na kapcsolok én mindent. Hol vannak a harmadok? Azt mondja, hogy mindegy, mindegyikből jöhet. Még a mági ellenállásból is biztos kell. Akkor a... igen, a Rubinon még megy elvileg. Hát lehet, hogy nem lesz egy könnyű menet, de nem tudom miért üt. Tehát ez a furcsa, hogy elvileg 244 elütök, de olyan lassúnak tűnik egyébként. Ezeket bekapcsolom, mielőtt nem figyelek. Hát holnap újra próbáljuk, legalábbis ez a terv, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. No. Már 20% alatt van az élete, gondolom még vissza fog ugrálni egyszer-kétszer, de egész jól haladok. Aztán jó lenne dobna valami érdekeset. Ja, közben vesz egy út 40 darab poci megint, majd lehet mit nyitogatni. Na, mindjárt meghal. És meg is halt. Király. Na, lássuk, miket dobott. Ó, Phoenix cipő az nagyon jó. Fehér aranyfüles. Hát ez nem tudom, hogy jó-e, de elrakjuk. Miért ne? Na most igazából engem csak az zavar, hogy ezek miatt nem fog tudni kijelentkezni. Azt mondja, sárkány pikkely pajzs, az se rossz, ez nem kell. Jéggömb az maradhat. Extázis cipő is mehet. Vicsfénycsizma, az se rossz mondjuk. Solyom pajzs, az is jó. Jó, hát igazából lélekű volt a legjobb, amit most adott, úgyhogy megyek a kövi CH-ra. No, remélem, hogy itt is itt lesz. Mindjárt kiderül. És igen, itt van. Úgyhogy Rófuszt elő kéne hívni. Tudom, akkor cuccok még be vannak kapcsolva. És tök jó, hogy észrevett, mert amúgy tök jó helyen volt, de mindegy. Na hát, azt gondoltam, hogy a Szetónak is észre kell vennie. Ebben biztos voltam. Nagy kard. Hát ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni. Jaj, hát most kicsit elcsüggettem igazából. Na, Kápa visszajött.
Szóval mit akartam? Ja igen, hogy egy kicsit elkeseredtem a nyakas miatt, hogy ilyen gáz lett, vagy itt van. De majd lesz jobb. Csak az a baj, hogy mostanában nem nagyon volt időm farmolni, tehát 75-ös metineket, 80-ast, 90-est, ugye, ami a küldés igazából, tehát amit szeretnék, arra nem igazán volt időm, mert sok minden más fontosabb dolog volt, amit szintén szerettem volna csinálni, tehát nem kínszenvedés volt, hogy ilyesmi, csak mást is kellett csinálni. Ezt nem tudom, miért ide raktam. Úgyhogy sajnos forgatót azt mindenképp farmolnom kell majd. Lélekövet is szeretnék, aztán űzőt, koncept. Hoppá! Legendás Kordrakonis. Az királyság. Na, lássuk. Közben ne ütök esetleg, mert meghalok. Basszus, hát az ember nyugodtan már fel se veheti a cuccait. Az igen! Azt a mindenit. Ekkora dropot még nem is láttam szerintem. Mondjuk jó, ebből a fele nem kell, de akkor is. Na jó, van, ennyire meg akartok halni, felőlem legyen. Álljál meg! 23 ezer krit, az igen. Na hát a Főnix cipő az mindenképp marad, Súra feka is marad, Fehér aranyfüles is, de valahova elbújt a Vari feka, igen. Hát ez a kettő, ez nem kell. Azt mondja, hogy na, mennyi könnyaklánc, az mostanában elég keresett árucikk egyébként. Mindenféle pajzsok. Na, hát lesz mit eladni. No, akkor tűzmadárcipő, az se rossz. Jó, férfi kosztüm és hajrá, de 5 AK-s kapuéra öltözik. Nem tudom, hogy kell mondani, most így mondtam, röhögjetek ki. Na, most nem bírom lejjebb rakni. Na mindegy, jó lesz itt. Aztán szobalány főkötő, hát ez jó. Eltesszük még, bár nem, hölgyeknek való, úgyhogy ezt annyira nem. Legendásból pedig sárkány Ónixot kaptam, ami két optos, hát oké, ezzel sokkal nem megyek, mindegy. Jó, na megyünk CH3-ra. Na itt is vagyok, hát azt gondoltam, hogy a Setauk megtalálnak, tehát ebben semmi kétség nem volt, tehát ez hihetetlen. Na, pokelabda. Abból is meggyűlik, már van 95 darab. Hát most ebben a részben biztos, hogy nem fogom őket kinyitogatni, mert szerintem, ha ezzel a jégboszorkánnyal végzek, akkor azzal a lendülettel én be is dőlök az ágyba, mert ugye mondtam még a videó kezdetén, hogy alapvetően úgy terveztem, hogy ilyenkor már aludni fogok. Közben valami rohadt nagy dög betévett ide a lakásba. És önmagát kinyírja, meg mindjárt engem is, az igen. Hát egy rövid szünet. Én nem tudom, hogy mi lehet ez a vadállat, de itt nagyon repked össze-vissza. Na mindegy, most már megvárja, míg leütöm a jégboszorkányt, aztán majd utána meglátjuk, mi lesz vele. De ilyen kamikaze pilótát játszik egyébként, mert föntről lefele így ezerrel, tehát nem ismer se Istent, se embert. Na, lássuk. Közben szerintem ez be van lőve, most már kiderült, hogy ez egy légy, csak ilyen nagyon nagy. Nem mintha félnék az ilyesmiktől, csak maga az zümmögés idegesít igazából. No, hát a második jégbossznak nagyon-nagyon jó volt a dropja, ez se rossz igazából, ez is dobott fekát, mindenféle ékszert, aminek nagyon örülök. Hát nem tudom már hova tenni konkrétan, de megoldjuk, megoldjuk. Hát ezeket a mi az ametiszteket én nem teszem el. Füleseket végképp nem. Aztán ezek jöhetnek. Ezek jók. Aztán mi van még? Extravis cipő, az is jó. Ez a dicsfénycsizma is jó. Közben leütöm ezeket, mert megőrülök, hogy nem hagylak élni. Csű! Most már titokzatosan is 15 ezeret sebzek. Hoppá! Eltalált ez a kamikaze pilóta. Ez hihetetlen, nagyon-nagyon tolja. Majd figyelje te is, mert nagyon repkedik össze-vissza. Figyelj, ez neked megy, tehát nem nézi. No, nyissuk ki ezt a két ládát, kosztüm és hajrád a női szalszaruha. Ez Mitsukinak lehet, hogy majd jó lehet. Ja, de neki ízé van, neki lazuló van, Nem akkor baj. nem szóltam. Nem, De szabad. csinos. De nem. De csinos. De ne, nem szabad, neked lazulod van. De ez csinos. Nem, akkor sem szabad. Ez pedig
Sajnálom, sajnálom. Ez pedig egy ninják ellen is férfi hajviselet, úgyhogy ez megy a vegyibe. Jó, hát igazából ennyi lett volna ez a rész. Hú, jó sok ilyen eladnivaló cucc gyűlt össze. Remélem, hogy gazdára találnak. Úgyhogy igazából valószínűleg valami hasonló nevet fog kapni ez a videó, hogy szenvedés a DC-ben, vagy nem tudom, mert ez katasztrófa. De hát jó, persze egyikünk se tehet róla, tehát ez nem volt betervezve, hogy így ennyiszer le fog dobálni, meg stb. Úgyhogy hát sajnos ez ilyen előfordul, majd legközelebb összejön. Azért ez durva, ennyit sebzek rájuk, jó, hát ők is rám, szóval abban nincs hiba. De azért nagyon durva. Meg persze nem dobnak semmit, tehát miért dobnának. Na jó, akkor ezt kikapcsolom, mielőtt elfelejtem. Aztán egyszer csak arra jövök, hogy izé lejárt, aztán vakarhatom a fejem. Na jó, ezt most már nem várom meg, még az is beidejön. Úgyhogy igazából ennyi lett volna akkor ez a videó. Én Huvian voltam, sziasztok!